Cserpakovics András polgármester és Simon Balázs az Arkoni Kalbafehérvár ügyvezetője köszöntötte Nagy Gábor lányait az édesapjuk emlékére szervezett kosárlabda torna megnyitóján. A közönség először láthatta a pályán az újjáalakuló Albát, amelyből ezen a meccsen hiányzott a kisebb térműtéten átesett válogatott center Szabó Zsolt. Nem túl kellemes az oldalvonalról nézni ezeket az edzéseket, de csinálom az én dolgomat, próbálok minél előbb visszatérni a pályára és segíteni majd később a csapatnak. A bosnyák Igokea ellen játszotta első meccsét az Alba a tornán, amelyen a szolnok és az osztrák Svansk Gmunden szerepel még. A lényeg ilyenkor az összecsiszolódás, hiszen nem sokat dolgozhatott együtt a keret, és még csak a napokban egészült ki a negyedik légióssal, aki ezúttal nem is játszott. Nem teljes a csapat, hiszen most érkezett egy új játékosunk, úgyhogy még úgymond nem állt össze az egész, de dolgozunk rajta. Bízom benne, hogy sikeresek leszünk, és hát minden nap ezen dolgozunk, úgyhogy tényleg most kemény munka folyik, aztán remélem, amikor jönnek a mérkőzések, akkor már frissek leszünk, és jól fogunk játszani. Ami a célokat illeti, azok mindig adottak Fehérváron. A város, a szurkolók és a klub sem szeretné alábbadni az előző idényben szerzett bronzéremnél. Lehetőleg döntőbe jutna az Alba, de hogy ennek mennyi a realitása és kik lehetnek benne a legnagyobb ellenfelek, azt ilyenkor még nehéz megmondani. Szerintem ezt ilyenkor még nehéz megmondani, hogy ki fog a végén a legjobb négybe vagy a döntőbe jutni, hiszen tényleg még csak szeptember van, még el se kezdődött a bajnokság. Igazából minden csapat, vagy hát több csapat is ugye ilyenkor erősít, úgy tervezi, hogy ott lesz a döntőbe, aztán mindig vannak meglepetések, vannak csalódások, hát... Nem tudom, hogy mi lesz a végén, de bízom benne, hogy mi ott leszünk. A komoly nemzetközi rutinnal rendelkező Igokea ellen végig szoros meccset játszottak vojvodáik. A mérkőzés az utolsó percig nyílt volt, de hiába egyenlített ekkor az új légiósokat és a magyar válogatott Somogyi Ádámot is bevető Alba. Végül egyetlen ponttal 75-74-re a bosnyákok nyertek. Pénteken a Gmunden elleni meccsel zárja a hazai tornáját az Arkoni Alba Fehérvár.